tartott sokáig az ápolás. Lehet menni tovább, másfél perc van még hátra. Egy ugyanolyan kibillentés, kitolás a szőnyeg széle felé, az már győzelmet érhet, és az már olimpiai döntőt érhet Lőrinc Viktornak. Nem szabad megállni a kapu előtt, át kell menni a kapun, oda kell érni az olimpiai döntőbe, és akkor már biztos az olimpiai érem. És jobb birkózó Lőrinc Viktor, ezt kell hajtogatni a magában, meg tudja csinálni, hinni kell benne. 1 perc, 10 másodperc van még hátra, gyerünk Viktor! Meg lehet verni ezt az egyiptomit, alányulni a karral, mögé menni a deréknak, tolni előre folyamatosan, mert fárad, és így van! Ez egy akció, és ez egy túlveszélyes helyzet! Vigyázni, vigyázni, de ez 2 pont! Sőt, szerintem 4 pont, így is van! Itt még tus is lehetett volna, még le is zárhatta volna a meccset Lőrinc, nem akarta aztán tovább kockáztatni. Az utolsó fél percen belül vagyunk most már. Tudni kell, hogy Berenyuk ellen egy ezüstérem is arannyal ér fel. Ebben a súlycsoportban, hogyha Berenyuk top formában van és nem hibázik nagyon, akkor a legtöbb, amit ki lehet hozni abból, hogy az olimpián szerepel Viktor, az, hogy megszerzi az ezüstérmet, és eljutott egészen az olimpiai döntői, és mind a ketten dobogón állhatnak majd Lőrinc Tamással együtt. Érdekelnek azt, hogy ma mit értem el. Nagyon sokat bele kellett ebbe az egészbe tenni, és de mégiscsak itt van egy ezüstérem a kamu, úgyhogy nagyon örülök neki, mert éremért jöttem mindenféleképpen. Nyilván mindent beleadtam, hogy nyerjek. De nagyon-nagyon szoros lesz még a vége. Oda kell figyelni, hogy nehogy egy apró rossz mozdulat, nehogy sokba kerüljön egy koncentráció hiány. 43 másodperc van már csak hátra, és egyelőre úgy látszik, hogy Makhmudov nem tud mit kezdeni Lőrinc Tamással. Ilyenkor, amikor már elfogy az energia, amikor már a test nem bírja, amikor a 34 éves szervezet elfárad, olyankor számít sokat, hogy a család otthonról szurkol. Most kell rágondolni az otthoniakra, most kell rágondolni a 2 gyerekre, mert 20 másodperc van még hátra. Nemesen, Dóri, Orci, a család, a szegrédiek. Ez számít akkor, amikor az utolsó percekben meg kell még tartani ezt a 2-1-es előnyt, és 10 másodperc sincs már hátra. Ugye nézitek, magyarok? Ugye látjátok? Ugye halljátok? Olimpiai bajnok Lőrinc Tamás! Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Egy fantasztikus pályafutás, egy szenzációs ember, egy családapa. Ebben a pillanatban beteljesíti életet. Hogy olimpiát is nyer Lőrinc Tamás, ő, aki annyira megérdemelt.